Köszöntöm kedves nézőinket, a Pomász TV képernyői előtt Erményi Brigitta vagyok. Nézzük, mivel várjuk Önöket a képernyők elé. Elsőként versestárunkból hangzik el egy költemény, majd hírekkel jelentkezünk. A hírek után torna, ezt követi a 4. adventi gyertyagyújtás eseményeit. Ezután a képviselőké a szósorozatunk vendége lesz Sarkadi Attila, önkormányzati képviselő. Majd az elmúlt évet értékeljük Nagy István önkormányzati képviselővel. Végül Molnár Szabolcs sztárportré sorozatával zárjuk adásunkat. Tartsanak velünk! A vers megtanít figyelni, megállítja az időt és erőt ad a nehéz pillanatainkban. Versestárunkból hangzik el egy költemény. Móra László, karácsonyi csengő. Csingiringi, cseng a csengő, száll a szánkó, mint a felhő. Csak nem elszakadt a gyeplő? Csingiringi, cseng a csengő. Égi szánkót hajt az angyal, s mire az esti hajnal, megjön a szép fenyőgallyal. Cseng a csengő, jő az angyal. Itt a Jézus angyalkája, égben termett csodafája, s mindent aggat rája, a kis Jézus angyalkája. Aranydiót, aranycsengőt, ezüst lepkét, ringót, rengőt, amilyen még földön nem nőtt, s csilingelő aranycsengőt. Kérünk, Jézus angyalkája, ahol sok a koldusárva, hol jóságod legtöbb várja, ott pihenj meg legtovábbra. Hozd békességet, örömet, a szíveknek melegséget, karácsonyi szép meséket, s az Istennek dicsőséget. Kedves nézőink, híreink következnek. Nézzük először röviden. Advent 4. hétvégéje. Gyertyagyújtás a Kettős Keresztnél. Koncert Méhes Imre karnagy emlékére. Testületi döntések. Búcsúzik nézőitől a Pomász TV. December 19-én Leidinger István polgármester ünnepélyes keretek között meggyújtotta a 4. gyertyát a város adventi koszorúján. A Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület a hévállomásnál álló Kettős Keresztnél tartotta utolsó adventi megemlékezését. Az eseményen Vitályos Eszter államtitkár asszony is részt vett. Méhes Imre karnagy emlékére adventi koncertre várta a pomáziakat a budakalászi Méhes Imre kórus, a pomázi Méhes kar és a leányfalusi kórus a Szent István katolikus templomba. Méhes Imrének a pomázi zeneiskola tanáraként jelentős része volt Pomáz művészeti életében. Munkája elismeréseként Pomáz város önkormányzata 2020. október 23-án Pomázért kitüntető címet adományozott részére. A Zenekastély Kft.-t és alvállalkozóit bízta meg az önkormányzat a helyi típusú műsor gyártásával a következő 4 évre. Nem lép hatályba 2002-ben az októberi testületi ülésen elfogadott helyi adórendezési rendelet. Jóvá hagyták az önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepcióját és a képviselőtestület következő évi munkatervét. A testület elviekben egyetért az önkormányzati bizottsági struktúra tanácsnoki rendszerré történő átalakításával, azonban kéri, hogy annak pontos részleteit a hivatal dolgozza ki a februári ülésig. További 1 évre támogatja a Pilis-Dunakanyari hírmondót az önkormányzat azzal a feltétellel, hogy a kiadó hatékonyabbá teszi a regionális lap terjesztését a településen. Ha nem, 4 év múltán befejezi a támogatást. Ismét kiírja az önkormányzat az egyes számú házi orvosi körzet betöltésére szóló pályázatot. A praxis betöltéséig továbbra is helyettesítéssel oldják meg a házi orvosi feladatok ellátását a körzetben.
A főutca projekt sikeres megvalósítása érdekében az önkormányzat kezdeményezi, hogy a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel együttműködve pályázatot nyújtson be az 1111-es számú belterületi állami tulajdonú közút felújítására, ami a Kossuth-Lajos utca és a Benicki utca szakaszát érinteni. Az önkormányzat rendeletet kíván alkotni a magáningatlanon történő fakivágás, valamint a növények telekhatártól mért ültetési távolságának és a telekhatára ültetett sövények magasságbeli korlátozásáról. Kedves nézőink, a képviselői ülésről készít összeállításunkat a december 22-i adásunkban láthatják majd. Kedves nézőink, sajnálattal kell hírül adnunk, hogy a Pomász Televízió 2022. január 4-től finanszírozási problémák miatt megszünteti adásait. Köszönjük Önöknek, hogy 27 éven keresztül hallgattak, néztek bennünket. Valószínű előfordult, hogy valamelyik műsorunk nem nyerte el tetszésüket, de az utolsó percekig arra törekedtünk, hogy minden pomázi eseményről tájékoztassuk Önöket. Köszönjük, hogy esetenként készségesen álltak mikrofonunk elé, az intézményeknek, hogy segítették munkánkat, és az önkormányzatnak, hogy eddig támogatta munkánkat. Az új évben sikert, békét és egészséget kívánunk minden kedves nézőnknek. Kedves nézőink, híreinket hallották. Után visszamenni dolgozni. Persze, hogy félek. Gondolj csak a reggelekre, őrület lesz. Nem akarok nektek csalódást okozni. Otthon maradsz. Sajnálom. Anya. Hogy fogom összetartani ezt a családot? Majd együtt megoldjuk. Te, meg én, meg a családunk. A hugod is tud segíteni. Számíthatsz ránk. Ne félj a nagy lépésektől. A Magenta egy rugalmasan alakítható digitális kelléktára segít, hogy igazi csapatként álljon mögötted a család. Végre megteheted. Telekom. Kedves nézőink, egy kicsit mozgassuk meg magunkat, bizonyosan jól fog esni egy kis torna. Szeretettel köszöntök mindenkit, Csordás Novák Marci vagyok, és egy átmozgató, lazító, nyújtó hatású gyakorlatsort hoztam. Mindenkitől azt kérem, hogy a saját teste jelzéseit figyelembe véve végezze a gyakorlatokat, és végig orron át vegyük és fújjuk ki a levegőt, igyekezzünk ezt megtartani, illetve a kicsi nyújtózás fejtetővel fölfelé. Jó tornázást kívánok, kezdjük is el! Elhelyezkedünk. Ülve lehet a fenekünk alá tenni egy kis párnát, egy kis puffot, hogyha úgy kényelmesebb, és beszívjuk a levegőt orron át jó mélyre, és kifújjuk, és egy pici szünetet tartva újra megint beszívjuk a levegőt, kifújjuk, és igyekezzünk a kilégzés-belégzés közt egy picike szünetet tartani. Még egy légzés saját tempóban, és végig tartjuk a fejtetővel való nyújtózást fölfelé, és hátra körzünk a vállakkal. Váltva jobb váll, bal váll, hátra köröz, és megnyújtózunk fölfelé jobb karral, és bal karral. Jó magasra, váltva picit megnyújtózunk, ha jól esik kicsit, ott is tarthatjuk, és utána oldalt megtámaszkodunk, és hajlítjuk oldalra a törzsünket, magas tartásban a kar, nyújtózunk oldalra, amennyire jól esik, hogyha megy, le is tehetjük az alkarunkat a földre, és úgy nyújtózunk utána, ami fontos, hogy előre és hátra nem billenünk, hanem csak oldalirányba mozdulunk. Mellkas végig előre fele néz. Picit meg is tarthatjuk, és vissza a másik oldalra. Itt is picit megtarthatjuk. Fontos, hogy oldalra hajlítunk, csak előre-hátra nem, illetve az ülőgumók végig a földön maradnak.
jobb kezét megállunk, megkapaszkodunk a térdekben, és domborítunk, szépen lassan domború a hát, és belégzésre pedig záralapocka, nyújtózunk előre fölfelé, és kifújásra domborítunk, és belégzésre nyit a mellkas, záralapocka, még egy domborítás, vissza középre, és hátul megtámaszkodunk, és előre nyújtjuk a lábakat. Oldalra billentjük a térdünket, kinyújtjuk a lábunkat, és elől középen visszahúzzuk. Másik térd billenti oldalra, nyújt a láb, és elől fölhúzzuk, hogyha jobban esik, segíthetünk a térdünknek, illetve a csípőnknek azzal, hogy megtámasztjuk a kezünket. És vissza föl, oldalra, és elől fölhúzzuk, és végig nyújtózunk fölfelé, nem esik be a mellkasunk, hanem szépen kihúzzuk magunkat, még egyet-egyet mind a két lábbal, oldalra. Négykézláb helyzetben elhelyezkedünk, térdek a csípő alatt, kezek pedig a váll alatt. Itt is tartjuk a fejtetővel való nyújtózást, illetve nem ejtjük le a hasunkat, nem homorul a derekunk, hanem egy picikét tartjuk a köldökünket, húzva a gerinc felé, de csak annyira, hogy mellette a légzés kényelmesen tudjon működni. Nyújts szépen lassan, csípőtől, medencétől, kerescsonttól indítva elkezdünk domborítani, domború a hát, és ugyanúgy kerescsonttól indítva kiegyenesítjük. Homorítást nem kell nagyon fokozni, egyenes legyen a gerinc, megint domború a hát, és a fej végig a gerinc meghosszabbítása, és kiegyenesítjük. És domborítunk. Szépen lassan, csigolyáról csigolyára végezzük a mozgást, és kiegyenesít. Fölfelé nem nézelődünk, hanem végig lefelé nézünk, úgy lesz egyenes a teljes gerinc. Jó, balra elfordítjuk a csípőnket, és hátra nézünk bal oldalra, oldalra hajolunk, és vissza jobb oldalra. Jobb csípő, jobb térd, jobb csípő és jobb váll közelít, bal csípő és bal váll közelít. És vissza, és végig tartjuk a nyújtózást, vissza közép, másik oldal. Jó, még egyet-egyet mind a két irányba, szépen lassan elfordulunk, vissza közép és másik oldal. Előre visszük a testsúlyt oldalra, hátra és másik oldal, csípőkört írunk le, kicsike körökkel kezdjük, és egyre nagyobb körökkel végezhetjük, amennyire jól esik, és nem ejtjük le a vállunkat se, mellkasunkat se, végig tartjuk a nyújtózást, és vissza a másik irányba. Indulhatunk kisebb körökkel, és egyre nagyobbakkal. Jó, megállunk középen, előre nyújtózzunk egyik karral, és picit hajlít a másik, megnyújtjuk a vállunkat, és vissza le. Másik kar nyújtózik előre, picit hajlít, és vissza. Csere, nyújtózunk, vissza közép, és végig tartjuk itt is a köldökünket, nem ejtjük le a hasunkat, és nyújtózunk. Vissza, utolsó, ez az, hátra lépünk a jobb lábunkkal, lábujjhegyünket letesszük a talajra, és picit hátra toljuk a sarkunkat, jól megnyújtja hátsó láncokat, vissza és másik láb. Hátra visszük, és picit megnyújtjuk. Toljuk hátra a sarkunkat, vissza közébe és másik láb. Hátra toljuk, és vissza még egy utolsó. Hátra, vissza. Jó, hasonfekvésbe ereszkedjünk le. Kezünket tehetjük a fejünk alá, én erre fogom fordítani a fejemet, a kamera és a hang miatt, hogy jobban hallható legyen, de maradhat végig a fejünk, a homlokunk a tenyerünkön, előre nyújtózunk a jobb kezünkkel, bal lábunkkal pedig hátra lefelé nyújtózunk. És vissza közép. Másik, bal kar és jobb láb nyújtózik. És csere. Maradhat végig a fej a
közel. És vissza. És másik. Jó, még kettő. Ellentétes kar és lábnyújtózik. Csere. Vissza és egy utolsó mind a két oldalra. És csere. Jó, oldalt fekvésbe átfordulunk. Itt is figyelünk arra, hogy a gerincünk egyenes, fejünket nem előre tesszük le, hanem a gerinc folytatásában alul lévő kar lehet a fej alatt, térdeket pedig jól húzzuk föl, ezzel is kímélve a derekunkat, előre nyújtózunk a karunkkal, és hátra visszük, követjük a tekintetünkkel, ameddig jól esik, és vissza előre. Megnyújtózunk előre, és hátra visszük. Nyújtózunk megint elő, csúsztathatjuk is a földön, és hátra visszük. És még egy utolsót előnyújtózunk, és hozzuk magas tartásba a kart, és egy karkörzéssel fordulunk hátra, és vissza előre, és még karkörzéssel fordulunk hátra. Hogyha kényelmesebb a vállnak, lehet vállra tartással is végezni. Ahogyan jól esik, még egyet, hátra, vissza közép, megnyújtózunk a lábunkkal lefelé, karral magas tartásba, és elől pedig közelítjük, és most egy picit ráfordulunk, picit domborítjuk a hátunkat, közelítjük a fejünket a térdünkhöz, és megint nyújtózunk lába csípő magasságában. Kifújásra domború a hát, picit közelít a fej a térdhez, és vissza, és közelít, és vissza még egy utolsót, közelít, vissza, és letesszük, átfordulunk a másik oldalra, oldalt fekvésben helyezkedünk el, fölhúzzuk a térdeket, kimélve a gerincet, fej a gerinc meghosszabbítása, és előre felé nyújtózunk a felül lévő karral, és hátra fordulunk, és vissza előre, megnyújtózunk vele, és hátra fordulunk. És még kettő mehet előre, megnyújtózunk, hátra, és még egy előre nyújtózunk, és magas tartásba hozzuk a kart, és körzünk hátra felé. És mehet kényelmesen, saját tempóban, légzés ütemében a karkörzés hátrafelé. És még kettő. És egy utolsó. Egyre nagyobb köröket tudunk rajzolni. És megnyújtózunk magas tartásba, láb pedig a csípő folytatásában. Figyelünk, hogy nem billen előre hátra a medence. Nyújtózunk, és elől közelítjük, meg is foghatjuk, közelítjük a térdünket, a fejünket, picit domború a hát, és utána megint nyújtózunk. Elől közelít, picit ráhajolunk, és vissza nyújt, és megint elől közelít, picit ráhajolunk, és nyújtózunk, és egy utolsó. Elől közelít, nyújtózunk, letesszük, és szépen oldalt fekvésből a karok segítségével föltöljük magunkat ülőhelyzetbe. Mehet ugyanúgy a törökülés, de ülhetünk egy kis pufra, zsámolyra, plédre, ahogy kényelmes. Ami fontos, hogy az ülőgumókon helyezkedjünk el, fejtetővel nyújtózzunk fölfelé, és nyújtózzunk meg megint egyik karral, másik karral, kulcsoljuk össze a kezünket, ha jól esik ki is, fordíthatjuk a tenyerünket a plafon felé, és vissza. És elől lehozzuk, ide tesszük a hasunkra a kezünket, figyelünk a helyes testtartásra, nyújtózunk fejtetővel fölfelé, állunkat picikét viccentjük, és három jó mély levegőt igyekezzünk a hasunkba venni, úgyhogy orron át szívjuk be a levegőt, orron át fújjuk ki, és pici szünetet tartva újra belégzéssel folytatjuk. Ide is tehetjük a hasunkra a kezünket, hogy sokkal könnyebb irányítani a mozdulatot.
egyéni tempóba is mehet a belégzés, kilégzés, és egy pici szünetet tartunk. Belégzés, a kilégzést picit nyújtjuk, illetve a szünetet is. És még egy beszív a levegő orron át, kifúj, és pici szünet. Tegyük a bordánkra a kezeket, és az a célunk, azt képzeljük el, mintha itt lenne egy öv rajtunk, amit szét szeretnénk roppantani, szét szeretnénk pattintani, és ennek segítségével vegyük a levegőt. Ide a bordánk közé beszívjuk ugyanúgy orron át, távolodnak a bordánk, és kifújjuk. És orron át beszív, kifúj, és még kettő. Válunk nem emelkedik, ide igyekezzük venni a levegőt, sokkal könnyebb, hogyha érintjük azt a testrészt, oda tesszük a kezünket, még egy, kifúj, jó, picit lazítsuk le a karokat, vállakat, egyenletesen vegyük a levegőt, figyeljünk arra, hogy orron át belégzés, orron át kilégzés, és egy pici szünet, ekkor pihen a test, belégzés, kilégzés, szünet, és még kettő. Egy utolsó. És tartsuk meg ezt a légzést, igyekezzünk erre is figyelni, és mindenkinek további szép napot kívánok, viszontlátásra! Után visszamenni dolgozni. Persze, hogy félek. Gondolj csak a reggelekre, őrület lesz. Nem akarok nektek csalódást okozni. Otthon maradsz, sajnálom. Anya. Hogy fogom összetartani ezt a családot? Majd együtt megoldjuk. Te, meg én, meg a családunk. A hugod is tud segíteni. Számíthatsz ránk. Ne félj a nagy lépésektől. A Magenta egy rugalmasan alakítható digitális kelléktára segít, hogy igazi csapatként álljon mögötted a család. Végre megteheted. Telekom. December 19-én meggyújtottuk a negyedik gyertyát is a város adventi koszorúján. Ding dong, 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 ding
ez itt a Jazz & More kórus. Hoztunk ide a utolsó advent vasárnapjára egy-két klasszikus karácsonyi számot, és hoztunk egy-két olyan számot, ami nem karácsonyi, viszont ránk nagyon jellemző. Következzen most egy ilyen szám a tradicionális angol karácsonyi dal után. Egy Velszi szerzőnek a dala következik, címe Adiemus. Egy másik angol százdalocska, Hark Hear the Bells, más néven Carol of the Bells, vagyis a harangocskák karácsonya, jazzesebb feldolgozásban. Oh,
készültünk igazából a gyerekeknek egy összeállítással, nem árulok erről a semmit, de én azt gondolom, hogy a szüleik korosztálya is rá fognak ismerni ezekre a, nevezzük úgy, dalokra. Visszatérünk a karácsonyhoz, következően megint csak egy angol száz karácsonyi dal, We wish you a Merry Christmas, vagyis boldog karácsonyt kívánunk. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding.
Szeretettel köszöntök mindenkit a Pomázi Művelődési Ház és az egész város nevében. Itt a negyedik gyertyagyújtásnál szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem önöknek, hogy hétről hétre itt voltak a programjainkon, kitartottak és ilyen szép számban eljöttek. És most következik egy nagyon érdekes dolog. Nem tudom, hogy kik tudják, kik nem. Én egy évvel ezelőtt lettem a Pomázi Művelődési Háznak az igazgatója. És tulajdonképpen én azóta nagy közönség előtt nem énekeltem, teljesen átadtam magam a művelődési háznak, és most előtte Covid is volt, úgyhogy másfél év után újra közönség előtt, úgyhogy szurkoljanak értünk. Meghítség, békesség, ennyi a boldogság.
Nagyon szépen köszönöm, és nektek is köszönöm, hogy velem énekeltetek. Annyit azért áruljunk el, hogy sikerült egy olyan dalt találnunk, ami a Darinkához azért azt gondolom, hogy közel áll, tehát ez Kocsák Tibor Miklós Tibornak Abigail című musicaljéből volt a karácsony esti dal. És akkor nincsen karácsonyi koncert Jingle Bells nélkül. Tudom, hogy sokan mondják, hogy most lövik főbe magukat, de hát hogy lehetne másképp zárni egy adventi koncertet, mint egy klasszikus angol száz Jingle Bells-szel? Aki tudja, énekelje velünk. Az advent várakozást jelent. Adventus Domini, az Úr eljövetele. A várakozás rögös útján lehet sok bú, sok baj, de mindig jön egy csoda, és azt a közösséget, amely hisz abban, amit csinál, átlendíti a nehézségeken. Kedves pomáziak, ezekkel a gondolatokkal nyitottam meg a pomázi adventi rendezvényt, és gyújtottam meg a hit, következő héten a remény, és a betlehemi béke lángjával az öröm gyertyáját. A város adventi koszorúján.
Az elmúlt 3 hétben a pomázi advent bevonult a tradicionális és méltán neves adventi programokat szervező városok, helyszínek közé. A Vörösmarty tér, Óbuda főtér, Szentendre mellett büszkék lehetünk a jégpályánkra, az adventünkre, hisz rengeteg örömüket kimutató embert, mosolygós gyereket, boldog családot láttam nap mint nap a parkban, és jó volt látni a sok örömöt, boldogságot ebben a nehéz, járványgyötörte, szomorú szürke világban. De abban biztos vagyok, hogy a mi adventünk egy kicsit eltér, ha tetszik, kitűnik más települések rendezvényeitől. Az egyik, hogy nekünk van saját pomázi adventi dalunk, köszönet érte Borbé Misinek, Ibolyának, Szukapankának és művésztársaiknak, és ha a dal elindul világhódító útjára, és hiszem, hogy elindul, és visszaköszön más városok rendezvényein, a rádiókban, az interneten, akkor minden pomázi feldobban, hisz tudjuk, hogy ez a mi dalunk, a pomázi advent dala. Adj hálát a fényért, adj hálát a létért, a földön túli szeretetért. Ahol békességben megfért egymás mellett Csete György honalapítási emlékkápolnája, 30 M. Mihály Lupa Mandics mauzóleuma és a 3 pomázi templomot jelképező templomábrázolás csak úgy, mint a valóságban. Az évszázadok alatt egyik templom se akarta a másik templomot felgyújtani, lerombolni, a másikon felülkerekedni. Az úti könyvek azt írják, hogy Pomáz 5 nemzetiségű település, amelynek szimbolikája megjelenik a címerünkben is. Mint ahogy a 3 történelmi egyház megjelenítése is rámutat a különbözőségeinkre, vagy az itt élő népek eltérő kultúrájára, vallására, anyanyelvére, hitvilágára, identitására, bőrszínére, politikai világnézetére, pártszimpátiájára, kedvenc foci csapatára, vagy most újabban oltott vagy oltás ellenes mi voltjára. Meg annyi különbözőség, amely szétválaszt, oldalakra csoportosít, és minden csoportosításban ott rejtőzik a gyűlölet szikrája, amely csak arra vár, hogy felszítsák és fellobbanjon a tűz, amely pusztít és megsemmisít, és nem veszük észre, hogy a megosztott mindkét oldal a vesztese lesz. Nem lehetne egyszer a különbözőségeinket félretenni, és azt nézni, hogy mi az, ami összeköt bennünket. Számít-e az, hogy Pintér Sanyi vagy Egervári Sanyi melyik klub mezében focizott, vagy kiváló zeneművészeink, a most elhunyt Németh Oszi, Sipos Fivérek, Borbé Misi melyik együttesben zenélnek, az itt élő művészeink melyik színházban játszanak, vagy Vujicsi Tihamérnak mi volt a vallása, Horváth Zsuzsa cigányprímásnak a származása. Miért nem az számít, ami összeköt bennünket? Hogy mindannyian pomáziak. Hogy mindannyian pomáziak vagyunk. Mint ahogy a honalapítási emlékmű, a Lupa Mandics kripta, a pomázi templomok. Itt Pomázon és a forradboros poharakon. És amikor ránézünk, megdobban a szívünk, mert tudjuk, hogy ezek a pomázi jelképeink. Pomáz kis ékszerei. E 2 szimbólumot, a pomázi adventi dalt és a pomázi jelképeket a refrénben is megénekelt földön túli szeretet köti össze, amelyet egy 2000 évvel ezelőtt Betlehembe született gyermek hozott el nekünk a földre és hirdette a megbékélést, és elhoztuk a béke és a szeretet lánkját Betlehemből a múlt héti gyertyagyújtásra, a születéstemplomából Pomázra, és kívánom, hogy vigyék el otthonaikba. Kívánok minden kedves pomázinak meghitt szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, és legyünk büszkék pomáziasságunkra, és ahogy Sashegyi Sándor mondta, szeressük ezt a földet. Áldott ünnepeket kívánok mindannyiuknak, és megkísérlem meggyújtani ebbe a szélbe a 4. gyertyát.
Kedves nézőink, a képviselők a szó sorozatunk következik. Vendége Sarkadi Attila, önkormányzati képviselő. Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Képviselő Kiaszó című sorozatunk. Mai vendégem Sarkadi Attila, aki a Szociális Bizottságban tevékenykedik, igaz Attila? Igen, igen, Szociális Bizottság. Hát évértékelünk van, ugye lassan vége van a 2021-es évnek is. Ilyenkor szokás a nézőknek mondom, de már biztos tudják a nézőink, hogy a képviselőket meghívjuk, hogy ők hogyan látták ezt az egy évet. Uh-huh. Hát szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Pomász TV nézőit. Igazából én azzal szeretném most először is az évértékelőmet fölvezetni, hogy szeretném megköszönni nektek, a Pomász TV stábjának, és igen, Csabának is, aki már ugyan nincs köztünk, azt a 28 évet Pomász nevében, amit ezért a városért tettetek, hogy minden rendezvényen ott voltatok. És a saját nevemben pedig azt a 11 évet, amióta képviselő vagyok, és nem csak a képviselői munkámban, hanem abban az egyesületi munkában is, hogy ti mindig ott voltatok mindenhol, hogy 24 órás vasalbert, tehát 24 órába közvetítettetek, hogy utána leadtátok, hogy nem volt olyan egyesületi rendezvénye a Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesületnek, ahova ne jöttetek volna el a Biblia alkalmunkra. Én úgy gondolom, hogy egy olyan tévét csináltatok Pomázon, ami Pomáznak a különleges értéke, és nagyon remélem, hogy egyszer azt a hanganyagot és azt a Pomáz tévét a Pomázi Értéktár részévé fogja tenni egy képviselőtestület, mert az a hanganyag, az tulajdonképpen Pomáznak a rendszerváltás utáni története, amit ti egy életmunkájával felvettetek, és velünk voltatok. Elnézést, egy kicsit nem készültem. Mondjuk a nézők nem is tudják, hogy most mi miért búcsúzkodunk. Megmondom őszintén, hogy mi még ezt nem mondtuk el a televízióban, hogy a Pomász TV valószínűleg december 31-ével elbúcsúzik a pomázi nézőktől. Igen. Én nekem ez egy nagyon nagy fájdalmam, és tulajdonképpen az idei év sok minden történt, de az idei év nekem számomra a legtragikusabb dolga. Én nehezen is léptem ezen túl, és nem is fogok túllépni, és azt kívánom, hogy ezt az óriási archívumot, ami a rendelkezésetekre áll, valahogy, valamilyen módon tudjuk megőrizni Pomáznak. Legyenek olyan formátumokban meg, hogy akár 50 év múlva is vissza lehessen mutatni azt az értéket, azt az óriási értéket, amit teremtettetek. És én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a magam köszönöm részében mindent. Én is sokat gondolkodtam már különben, amit említettél, mégpedig azon, hogy tényleg valóban azt a rengeteg anyagot kinek adjam oda megőrzésre. És megmondom neked őszintén, hogy ez nem tudom, hogy lehetséges majd, de én a Pomász Barátai Társaságra gondoltam, hogy ők őrizzék tovább. Ugye 94 óta lényegében itt minden örökítve van. Igen. Lényegében az egész lakásabban van tele, igen, az archívanyagokkal. Igen. Jó, most beszéljünk ez évről is, ne csak hát, búcsúzkodjunk. Igen. Tehát hogyan látod ezt az egy évet? Nem tudom, mennyire, ti képviselők mennyire láttok bele ugye mindig a pénzügyi helyzetbe, mennyire vagytok informálva, bizottsági ülésen hányszor van ez napirenden? Mm. Ugye a 11. képviselői évem volt ez, tehát viszonylag régi képviselőnek számítok, és valahogy úgy hozta az élet, hogy mindig ellenzékként kerültem be a testületbe. Annyi különbség volt, hogy volt, amikor hagytak dolgozni, és úgy gondolom, hogy hát ez az elmúlt két év, és főleg ez az év, ez
ez az, amikor nem. Tehát gyakorlatilag a Szociális Bizottság is nehéz körülmények között van, nehéz helyzetben van. Nem akarok igazán belemenni, de polgármester úr az utolsó egy hétben a bizottsági élelmiszerosztásunkat is olyan szinten alakította át, hogy a bizottsági elnök úr azt mondta, hogy így nem csináljuk az élelmiszerosztást. Tehát annak idején úgy kezdte, ugye Leidinger polgármester úr, hogy le kell osztani a bizottságokhoz a feladatokat, és a bizottságokhoz le kell osztani a pénzt. Ugye a bizottságban van a döntéshozás, a bizottságban van a szavazás. A bizottsági elnöknek a bizottság szava adja meg azt a súlyt, amivel mondjuk egy testületen elmondhatja, hogy milyen állásfoglalás van. A szakértők mit javasoltak, a külső szakértők? Mit javasoltak a képviselőtársak? Hogy beszéltük át a témát? Hát jelen pillanatban az a helyzet, hogy a 16. testületre elő lesz terjesztve, hogy a bizottságokat szüntesse meg Pomáz az egyetlen kötelező bizottság nélkül. Ilyenre egyébként országosan sincs példa. Tehát valóban egy bizottság a kötelező azért, hogy a többi bizottságot mindenki összerakja úgy, ahogy megfelelő a település adottságainak. Tehát én nekem a vállalkozásom egy része szabadszálláshoz köt, ott például van mezőgazdasági bizottság, alapvetően mezőgazdasági terület, de Ózdon mondjuk van ipari bizottság. Tehát sokféle bizottságok vannak, itt jelen pillanatban egy bizottság lenne, és tanácsnokok, hát én pontosan tudom, hogy mit jelent a tanácsnok. A tanácsnok a levegőbe lóg, a bizottsági elnök is voltam, ugye a pénzügyi bizottság elnöke, voltam közbiztonsági tanácsnok is. A tanácsnok mögött nincs egy csoport, egy testület, egy segítségnyújtó rész. Hát nekem egyébként közbiztonsági tanácsnokként szerencsém volt, mert a kábítószerügyi egyeztető fórumnak is volt, az elnöke voltam, ahol egy olyan munkát tudtunk végezni, egyébként elsősorban Óváriné Herpai Dóra munkájával, ami megtámogatta a bizottság nélküli tanácsnoki munkámat is. Hát most ilyenek nem lesznek. Meglátjuk majd, hogy lesz. Én úgy gondolom, hogy most már azzal, hogy az elmúlt egy évben a 8 képviselőből, aki a Kávé Egyesülettel kapcsolatba került be, 3 kilépett, így bizonyos esetekben a polgármesterrel, alpolgármesterrel szemben, az ő akaratukkal szemben, ha mi úgy ítéljük meg, hogy ez a városnak rossz, akkor erőfölénybe is kerülhetünk, és erőfölénybe leszünk. Hát erre több példa volt most az elmúlt időszakban, például az adószabályok vagy a kültéri szabályok kapcsán is sok vitánk volt, és többször azért leszavaztuk a polgármestert. Hát szerintem egy ilyen várható most akár a bizottságok megszüntetése kapcsán. Lesznek bizottságok, akik akár meg is szüntethetik magukat, de én biztos vagyok benne, hogy a Szociális Bizottságunknak a tagja vagyok, vagy a Kulturális Bizottság, ezek meg fognak maradni, egész egyszerűen azért, mert ebben a kérdésben 6-an fogunk tudni szavazni 5 ellenében. Ezt mivel indokolják ezt a lépést, amit meg akarnak lépni? Gazdasági szempontból, vagy a város irányítása szempontból? Melyik szempontból előnyösebb ez, vagy nem előnyösebb? Őszintén megmondom, hogy értelmes indoklást nem láttam ebben kapcsolatban. Az előterjesztés is egy katyvasz. Tehát igazából én úgy gondolom, az indoklás mellett, ami egyébként megtalálható a város honlapján, hogy polgármester úr hatalomgyakorlási szempontból rossznak tartja a bizottságokat, ahol tulajdonképpen a döntés előkészítés megtörténik, ahol átbeszélhetünk egy-egy témát, és épp ezért a bizottsági döntésre hivatkozva ellene szavazunk. Tehát ezt akarja megszüntetni, tehát egy olyan egyszemélyes, vagy legalábbis a kizárólag hozzá feltétlenül hű képviselők szavazatára számítva szeretné ezeket a bizottságokat is megszüntetni, illetve kiüresíteni.
ez nagyon-nagyon rossz lenne Pomász számára. A hivatalos indoklásban az van, hogy hát a bizottságok rendkívüli feladatot nyújtanak a hivatalnak. Én úgy gondolom, hogy semmi olyat nem nyújtanak, amit előtte ne végeztünk volna el. Tehát azért de csak gondolom, annak arra idején gondolnak, szó hogy szerinti. Háttéranyagokat kell készítenie a hivatalnak minden bizottsági üléshez. Nem ilyenre gondolnak? Hát annak idején az elmúlt mondjuk úgy 28 évben a rendszerváltozás óta szó szerinti jegyzőkönyv volt a bizottságikon. Ez most nincs. A testületiken sincs szó szerinti jegyzőkönyv. Tehát alapvetően föl van lazítva az egész. Tehát állítólag ez az új rendszer, ez a jegyzőkönyvet ezt jobban segíti, és könnyebb is. Ez hát majd most nyilván ugye ez most lett bevezetve, volt közte egy szünet, ahol semmiféle írott anyag nincs a bizottsági munkákról. Most majd egyébként a testületi rendszert. A bizottságit nem, mert a bizottságikon nincs ott ez az új rendszer. Testületi rendszert nyilván vissza lehet keresni, meg lehet találni ezen keresztül. Épp ezért nem reális az a gondolat, hogy de hát a hivatalnak segítenie kell. Miért? Hát itt az új rendszer. Nem kell szó szerinti jegyzőkönyv, vissza lehet keresni. Egyébként mondom, ő megszüntette már régebben is ezt a szó szerinti jegyzőkönyvet a testületin is, a bizottságokon meg még korábban. Úgyhogy én nem tudok másra gondolni, még egyszer mondom, mind a hatalomgyakorlás. A tanácsnok egyszerűen nem tud részt venni a döntés előkészítésben, olyan információt kap, amilyet kap, nem lesznek külső szakértői, nem tud egy bizottságot képviselni, nem tudja elmondani, hogy a bizottság megvitatta, megtárgyalta a szakértők bevonásával, és erre a kérdésre jutott, hanem ott ül, épp megkapott anyagot, ha átolvasta, és akkor szavaz. De mondom, erre országosan sincs példa, és a pomázi demokrácia olyan szintű sérülését fogja magával hozni, ami nem mondom, hogy visszaállíthatatlan, mert nyilván Leidinger úr után vissza fogják állítani, akárki lesz a normális rendszert, de jelen pillanatban nagyon súlyosan sérül a képviseleti demokrácia. Ha a bizottságok megszűnnek, az jelenti azt is, hogy kevesebb információ jut majd el a testületi tagokhoz, vagy hogy? Mindenképpen. Mindenképpen. Tehát nem lesz az, hogy megkapják a bizottságok az anyagot, a bizottságok megtárgyalják az anyagot, a bizottságokban megtörténik a döntés előkészítés, és megtörténik a szavazás. És utána mondjuk 2-3 arányban a bizottság javasolja, vagy nem javasolja. Tehát ilyen többé nem lesz. Ott lesz az egy tanácsnok, aki megkapja az anyagot, elolvassa, és hát szavaz, mint ahogy egy képviselő szavaz. Tehát tulajdonképpen a döntés előkészítés, a szavazás és a bizottsági elnök súlya fog megszűnni ezzel a döntéssel. Az valószínű, hogy talán az is benne van, hogy gyorsítani akarja a döntések megszületését a polgármester úr. Meg lehet, hogy hátráltatja is az, hogyha mit tudom, például a bizottság egy témát többször tárgyal, és már abban döntésnek kellene, hogy szülessen. Hát igen, ez a demokrácia, ugye ez a rendszerváltás óta ez így működött, és más településeken ma is így működik. Pomázon egy kísérlet van arra, hogy ne így működjön. Én úgy gondolom, és még egyszer mondom, hogy szerintem egy összvér megoldás fog bejönni. Lesznek bizottságok, elsősorban ugye a kilépett bizottsági elnökök egy része, aki azt fogja mondani most a testületén, hogy hát ő ragaszkodik ehhez a bizottsághoz, és mivel megvan a többsége, meg is fogja tudni tartani a polgármesteri akarattal szemben a bizottságát. Én úgy gondolom, hogy nonsens, hogy egy városnak nincs kulturális, szociális vagy városfejlesztési bizottsága. De ez gazdaságilag ez jelent valamit kiadásban, hogy most bizottságok vannak? Lehet, hogy az, hogy úgy mondjam, nem kerül annyiba, ha tanácsnokok vannak? Vagy? Hát én szerintem ugyanannyiba fog kerülni, esetleg a külsős bizottsági tagok majd nem kapnak 30 000 forintot, ugye, akik egyébként a szakértelmet képviselték. Tehát nálunk a Szociális Bizottságban az egyik szakértő a Bece Ákos, aki
aki bizottsági elnök volt nagyon sokáig, és nagyon képzett, hozzáértő ember. A másik külsős bizottsági tagunk pedig Szegezdi Gabriella, aki megint csak egy rendkívül felkészült, szociális ellátásban szereplő szakember. Tehát ezek a szakemberek kerülnének ki a bizottság keretein kívül. Most, hogy aztán, mert van egy ilyen kezdeményezés, hogy bárki bizottsági elnökként, aki tanácsnok lesz, majd megkérdezhet bárkit. Csak ezek nem működnek, nem fog megkérdezni senkit. A bizottságok működtek, a bizottságokba bejött az előkészített anyag, a bizottság megtárgyalta, mostanra már azt is sikerült elérni, hogy ne az utolsó pillanatban kapjuk meg az anyagot, hanem az utolsó 2-3 alkalommal megkaptuk 5 nappal előtte, át tudtuk nézni, át tudtuk tárgyalni, és támogattuk vagy nem támogattuk. Ezek Pomázon a polgármester úr kísérlete szerint megszüntendő dolgok. Mondom, nyilván nem megyek elé, 16-án lesz a testület, én szerintem lesznek bizottságok, amik egész egyszerűen azért, mert kiléptek a KV Egyesületből a tagok egy része, a képviselők egy része, ez nem fog neki maradéktalanul átmenni. Hát az is egy indok, hogy van képviselő, akinek 3 helyen is, 3 bizottságban is részt kéne venni, és hogy ez óriási teher. Igen, de ott vagyunk mi, ellenzéki képviselők, akik csak egy bizottságba lettünk betéve. Hát ez én tapasztalatom, ugye egy cikluson keresztül pénzügybizottsági elnök voltam. Egy cikluson keresztül közbiztonsági. Ne legyél már ilyen naív, most egy ellenzékit nem fognak betenni pénzügyi bizottságba. Na, én csak arra gondolok, hogy az előző ciklusban Hardi Péter 2 bizottságnak is a tagja volt. Tehát, hogyha Leidinger úr úgy gondolta volna, hogy tényleg nagyon sok, mondjuk egy ilyen képviselő van, aki 3-szor kell végighallgatnia ugyanazt, hát akkor testált volna ugyanúgy, ahogy az előző ciklusban Hardi Péterre rátestált a 2 bizottságot, valamelyik ellenzéki képviselőknek is helyet. És akkor nem kellett volna 3-an végighallgatni, hanem több képviselő, többek között ellenzéki képviselő is 2 bizottságban szerepelt volna. Na most ilyenről nyilván szó se volt, ezáltal ugye kialakult az a paradoxon, hogy van olyan képviselőjük, aki 3 bizottságban vesz részt. De ezt el lehetett volna kerülni, akár úgy, ahogy Hardi Péterre elkerülték az előző ciklusban. Egy picit menjünk át más témába, például igen. Az év folyamán milyen döntést fogadtál el, milyen döntést nem fogadtál el, tehát gondolok itt arra, hogy tudod-e súlyozni, hogy bizonyos döntések előnyére szolgáltak a városnak, bizonyos döntések nem? Hát nem tudtam elfogadni például, hogy a kastélyunkat leminősítették panzióvá. Tehát ezt nem tudtam elfogadni, és úgy gondolom, ez hogy... Ez nem kedvezőbb? Ez egyáltalán nem kedvezőbb. Ezt kedvezőbbnek beállítani egy olyan fajta populizmus, ami semmi alapot nem hord. Ez pomázi kastélyszálló volt, most pomázi panzió volt. Ez igenis megérdemelte volna azt a szint fenntartását, és abban az esetben, ha a pandémia némileg vissza is vetette volna, mindent visszavett országosan, máshol nem voltak leminősítések. Tehát a pandémia után nyilván egy kastélyszálló az egészen más név, egészen másként hangzik, egészen mások a kötelezettségei. De azt nem mondhatták, hogy szálló, amikor az étterme megszűnt. Hát igen, tehát... igen. Ez is egy, ugye az előző években erről beszéltem, hogy borzasztó dolog megszüntetni egy éttermet, és tulajdonképpen le sem ülni az étterem vezetőjével a felmondási ideje alatt, hogy esetleg mégiscsak lehetne itt étterem. Mindegy, ezt nem tudtam elfogadni, tehát én úgy gondolom, hogy egy szintet visszalépett a kastélyunk. Nem tudtam elfogadni, hogy idején szerződést bontott a pomázi polgárőrséggel, a 28 éve működő pomázi polgárőrséggel a város, és jelen pillanatban az a polgárőrség, ami nagy aktivitással vett részt Pomáz közbiztonságának az életében, az tulajdonképpen
mindenféle városi hozzájárulás nélkül tud akkor tankolni az autójába, ha éppen valahonnan kap egy kis támogatást vagy pénzt. Tehát ennek nincs létjogosultsága. Én úgy gondolom, hogy értettem, hogy a pomázi polgárosság úgy akad dolgozni, ahogy az elmúlt 28 évben, és nem úgy akad dolgozni, ahogy Leidinger úr kitalálta. Ennek ellenére nem ez a megoldás, hogy azt a 1,5 millió forint benzinpénzt, amit mindenki odaadott, sőt, a klub érába autót kaptak, az előző ciklusban egy jobb autót kaptak, most meg arra se kapnak pénzt, hogy tankoljanak az autóba. Óriási hibának tartom, nem tudtam elfogadni. Ugyanígy, és elnézést, hogy itt mondom, és nyilván ugyanígy nem tudom elfogadni azt, hogy a Pomász TV azzal a óriási híranyagával tulajdonképpen kénytelen abba hagyni azt a közszolgálati tévézést, ami Pomáznak mindig a része volt. Én el tudom képzelni, hogy utoljára vagyok itt. A jelenlegi kiírás az nem közszolgálati. Lehet, hogy polgármester úr úgy dönt, hogy na, esetleg akár hallgassuk meg a másik képviselőt is, az ellenzéki képviselőt is, de erre többé a jogszabály Pomázon nem kötelezi őt. A Pomász TV mindig mindenkinek hangot adott. Most egy olyan szabályzat jön, ami erre nem kötelezi a tévét. Még egyszer mondom, nem tudom, hogy lesz-e még olyan alkalom, hogy én képviselőként értékelem az évet. Nagyon félek attól, hogy ez az utolsó ilyen alkalom. Ezért is nyilván zárt ülések voltak, erről nem beszélek, de nagyon sokat küzdködtünk a magam igazáért és a többi képviselőtársammal is, akik ugyanígy gondolták. Nem tudtam elfogadni az adóemelést. Ez egy második kísérlet, ami igaz, hogy differenciált, de hát Pomázon rendkívül sok embernek van belterületi telke, amit megvett. Tehát az, hogy kétszeresére, háromszorosára emelkedjenek bizonyos adónemek. Az, hogy a külterületen lakó többségében szegényebb embernek az adója, mert az nem igaz, hogy nem adóztak, ugyanúgy adóztak, ugyanannyit adóztak, ahogy a belterületisek. Ugyanazzal a 450 forinttal adóztak. Most, hogy ők 600 forinttal adóznak majd. Valóban ez egy pomázi sajátosság, hogy egy része gazdasági épületben lakik, egy része nyaralóban lakik. Ugyanúgy lakóház van, ugyanúgy be van jelentkezve, ugyanúgy ott él, tehát hogy az ő adójukat most megemeljük. A külterületi telkek adóját, ami ki lett vonva a mezőgazdaság alól, azt adóztassuk. Tehát csak arányába szeretném mondani, Szentendrén sem adózik egyetlen egy külterületi terület sem, ahol gyümölcsfák vannak, vagy egyebek, de ez konkrétan mondjuk a Magyarvár esetében 4 millió forint adót jelentett volna. Tehát embereket hoznak lehetetlen helyzetbe, függő helyzetbe attól, hogyha ezt az adórendelet hatályba lép. És az utolsó nap, és meg is sikerült szavazni, sajnos itt nem sikerült többséget szereznünk, 6-5-re átment az adórendeletük. Az más dolog, hogy a kormány egy pandémiára hivatkozva most már a második évben nem engedi meg ezt az egyébként nagyon durva emelést. És arra hivatkoznak, hogy igen, mert a kormány elvett 60 milliót. Hát ugyanez a kormány most 292 milliót adott. Arra, amire kérték, utakra, Kishídra, Derán, képekre a Pomász Kft-nek. Tehát amire kérték, adott 292 millió forint pénzt. Tehát mondhatom azt, hogy szabad felhasználású, hiszen amire kérték, arra adták. Tehát nem indok az, hogy 60 milliót elvettek, és ezért olyan adóemelést hajtunk végre Pomázon, ami nagyon-nagyon sok embernek fájt volna. Tehát nyilván ezt sem támogattam, tavaly sem támogattam, idén sem támogattam, végig lett verve az adóemelés, hál' Istennek ismét mondom, decemberben hozott a kormány egy olyan magasabb szintű rendelkezést, hogy ezt az adóemelést Pomázon nem lehet bevezetni, illetve máshol sem, ahol erre kísérlet volt. De hát, hogy jövőre bevezetik, nem vezetik be, már úgy értem 2023-ban, hiszen 22-re
nem lesz Pomázon adóemelés. Nagyon sok mindent tudnék sorolni, és kevés pozitívumot. Nekem pozitívumként tetszett például a jégpálya. Örültem, én úgy gondolom, ott is tisztességesebb lett volna, ha azt kommunikálják, hogy azért a felét odaadta a kormányzat. Kiírtak pályázatot, és odaadta a felét a kormányzat. Egy nagyon egyszerű pályázati kiírás volt, és ezért egyébként sokan lobbiztak. Vörösvár is kapott, Pomáz is kapott. Nyilván volt benne városi erő, meg erőforrás, meg munka, hiszen a felét Pomáz város adta, de a másik felét nem. Ennek ellenére örülök, hogy megvalósult. Szerintem egy hiánypótló dolog volt. Én máshova tettem volna, de ez a saját elgondolásom. Az, hogy maga van Pomázon jégpálya, ezt ennek örülök, és ezt korábban is megcsináltuk volna. Elnézést, kicsit berekedtem. Nem baj, de elég keserű vagy, nem? Igen. Még egyszer ismétlem, hogy ez a harmadik ciklusom, és mindig ellenzékként kerültem be. Tehát először, most is ellenzékként kerültem be, de az előző két ciklusban is. Csak egész más ez, amikor hagynak dolgozni, amikor azt látom, hogy felfelé megy Pomáz, akkor nem látom azokat a belső háborúkat, amikor nem látom a pomázi 30 éve működő rendszerek felszámolását, megszüntetését. Nem élvezem a képviselői munkát, mert ahelyett, hogy beszámolnék arról, hogy most mondok valamit, hogy épp mit csináltunk a KEF-ben, vagy épp szociális bizottságként mennyi embernek tudtunk jót tenni. Előzőleg ugye a kulturális bizottság tagja voltam. Ami nem véletlen, mert talán az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb kulturális egyesületet vezetem Pomázon. És most csak a küszködést látom, az ellenkezést, a bármilyen fajta pozitív építő munkának a lehúzását. Én úgy gondolom, hogy Pomáz városnak valahogy elege volt abból, hogy három cikluson keresztül is váltást akart ugye az akkori városvezetésből, és ez elfogadható. De nagyon rossz döntést hozott, és nagyon alkalmatlannak tartom. Őszintén beszélek, nincs semmiféle kötöttségem, tehát nagyon-nagyon alkalmatlannak tartom mind a polgármestert, mind az alpolgármestert a vezetésre. Nyilván nem csak én vagyok így, hiszen maga az egyesületükből is hárman már kiléptek. Vannak egyeztetések, szerintem bizonyos dolgokat, akár ezt a demokráciának a teljes megszüntetését, a bizottság megszüntetését most már meg fogjuk tudni akadályozni, de hihetetlen sok energiát viszel attól, amit egyébként építő energiaként lehetne felhasználni. De nekem nagyon jó volt a kapcsolatom a rendőrkapitánnyal az előző ciklusban. Mondom, akkor is ellenzéki voltam, csak hagytak dolgozni. Egy csomó dolgot kitaláltunk, a drog ellen, az előkészítések ellen, minden. Tehát arra ment el az energia, ami most a belső csatározásokra megy el, és nyilván nem Sarkadi, nem Attila nem számít, de magam nem igazán tartom építőnek, és nem élvezem ezt a képviselői munkát. Van Pomázban egy egyesületi munkám, azt nagyon szeretem, azt élvezem, az előadásainkat, ez most egy küszködés. Azért mégis arra kérlek most zárásaként, hogy valami karácsonyi gondolatot, vagy újévi gondolatot a nézőknek így utoljára Pomáz TV-n keresztül. Érdemes egy kicsit magát, ezt az egész pandémiát, amennyire lehet távol tartani magunktól. Tehát pozitív gondolatokat, pozitív energiákat, pozitív hangokat érdemes meghallani, mert magának árt, magát betegíti az ember, és a karácsony maga nagyon szép. Hogyha nem feltétlenül ott is csak kizárólag a anyagi ajándékozásra gondolunk, hanem arra, hogy együtt van a család, arra, hogy kirándulunk, hogy egymásra figyelünk, hogy mi adventben például felolvasunk egymásnak, mindig más gyerek, mindig más a családból, és komoly zenét hallgatunk, és vasárnap este egy olyan belsőséges dolog. Kicsit a családba próbálják megélni a karácsonyt,
hát nem mondom azt, hogy talán jövő évben pozitívabban értékelem az évet, nem magára a városi történésekre nincsenek különösebben pozitív elvárásaim, és én úgy gondolom, és ezt tudom üzenni minden pomázinak, hogy segítsenek téged abban, hogy azt az óriási anyagot, ami tulajdonképpen Pomáz történelme, Pomáz 30 éves történelme, azt valamilyen úton, módon átmenthessük, hogy 20 év múlva is elő lehessen venni, és meg lehessen mutatni azt a karácsonyt, azt a focit, azt a keresztavatást, azt az akármilyen ünnepséget, ami nektek jelen pillanatban a rendelkezésetekre áll, és egyébként van ilyen képviselői akarat, és szeretnénk ehhez majd segítséget is nyújtani. Köszönöm szépen. A nézőknek is köszönjük a figyelmet, viszontlátásra. Köszönöm szépen. És mindig elkísért egy égi csillagkép. Váratlan volt, végül rám talált, de megszerettem már, és el nem engedném. Nézd rám a kedvemért, és lásd, mit látnod kell. Az álomkép, küzdöttünk egymásért, jól tudom, de most, hogy itt vagy már, mondd, mit adhatnék. Yeah.
Kedves nézőink, az elmúlt évet értékeljük Nagy István önkormányzati képviselővel. Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Képviselőké a szó című sorozatunk. Mai vendégem Nagy István, a Környezet és Természetvédelmi Bizottság elnöke. Köszöntöm itt a stúdiónkban, István. Köszönöm. Hát köszönöm. Évet értékelünk, a 2021-es évet értékeljük. Hogyan látja? Gondolok itt úgy általánosságokba is, gondolok a bizottsági munkákra is. Azt, amit szerettek volna megvalósítani, azt el tudták-e érni? Jövőre mik a tervek? Vannak-e még, maradt-e olyan elintézni való dolog, ami áthúzódik a következő évre? A bizottsági munka tulajdonképpen érdekesen alakult ebben az évben. Ugye fél éves bizottsági munkáról beszélhetünk, olyan bizottsági munkáról, amikor valóban a bizottságok ülésre szedtek. Előtte ugye a veszélyhelyzet miatt, a pandémia miatt nem volt erre lehetőség. Akkor nyilván ilyen egyéni találkozásokkor, egyéni telefonhívásokkor merültek fel témák, és dolgoztunk ki olyan cselekvési programot tulajdonképpen különböző kérdésekben, illetve folytattuk a korábban elkezdett munkákat, amik a környezetvédelemmel kapcsolatosak, és a természetvédelmet is segítik. A változás az talán ott észlelhető, hogy ez a bezártság ez nem teljesen tett jót annak, hogy itt valamiféle nyitás történjen az emberek felé, illetve hogy az emberek is valahogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel mélyebben. Ugye furcsa ez a vírus kérdés. Ez leginkább azt jelenti a hétköznapokban, hogy félünk és elszigetelődünk. Nem merünk olykor a saját családtagjainkhoz se fordulni. A félelem állandóan ott van, és ilyen környezetben bizony másodlagos, harmadlagos vagy esetleg sokadlagos kérdés a környezetvédelem és a természetvédelem. Folytattuk a megkezdett munkát. Ugye a Környezetvédelem és Természetvédelmi Bizottság azért alakult, hogy egy kicsit hangsúlyosabban felhívja a kérdésre a figyelmet. Ez én úgy érzem, hogy sikerült is. Volt korábban is olyan rendeletmódosításunk, illetve olyan témákat dolgoztunk fel a közös ülések kapcsán, ami valójában mindannyiunkat érint hosszú távon. Leginkább az volt a cél, és az is a célunk a Környezetvédelmi Bizottságban, hogy tovább folytassuk azt a munkát, hogy minél fiatalabb embereket, gyerekeket, diákokat próbáljunk megszólítani, hogy újra teremtődjön, tulajdonképpen kialakuljon egy olyan újabb nemzedék, olyan újabb generáció, akit valójában ez súlyosan fog érinteni, félünk, hogy súlyosabb fog érinteni, és hát minden mai döntéssel nekik alapozzuk meg a jövőjüket. Ezért úgy gondolom, hogy az ő bevonásuk ebbe a témakörben mindenképpen fontos. De ebben az évben mennyire tudták elérni mondjuk, vagy mennyire tudtak együtt dolgozni mondjuk óvodákkal, iskolákkal, különböző civil szervezetekkel, vagy ha nem, akkor valószínű valami tervet csak készítettek rá, amit nem tudtak véghez vinni, amit át kell vinni 2022-re. Így van. Hát próbáltuk, terveink között szerepelt, hogy valamilyen játékos, vetélkedő formában nyissunk, és vetélkedőket szervezve, kiállításokat szervezve, díjazott kiállítási lehetőséget adva, gondolok itt a hulladékból értékpályázatra, ami már tavaly sem sikerült, és az idén sem nagyon jött össze, éppen a pandémia miatt, ahol arra szerettük volna ösztönözni a fiatalokat, hogy készítsenek alkotásokat, műalkotásokat, vagy bármilyen alkotást hulladékból, amit éppen annak gondolnak, és hogy ez kifejező, és a zsűri
adott esetben ezt értékelte volna, akkor jó lett volna, és ez egy belépő lehetett volna abba, hogy egy kicsit foglalkozzunk, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, de ez nem sikerült. Nem sikerültek azok a filmvetítéses dolgok, amiket elképzeltünk, hogy megismertessük a természetvédelemmel, a körülöttünk lévő világgal a fiatalokat. De beszélhetnék itt arról is, hogy a terménykiállítás, aminek sokáig nagy hagyománya volt Pomázon, az szintén egy picit megviselkodott ebben az elmúlt két évben. Ezt is jó lett volna ismét feléleszteni. Vagy mondhatnám az oktatókert helyzetét, ami szintén egy olyan határozatban is rögzített feladatunk volt, hogy megteremtsük a növénytermesztés alapjainak az oktatási lehetőségét Pomázon. Hát főként ezek azok a dolgok, amikkel foglalkoztunk. Korábbi projektek, amik áthúzódtak, itt például a tanúsfény kérdéséről beszélnék. A tanúsfény látványterve elkészült, apróbb jogi viták és apróbb tulajdonosi elképzelések figyelembevételével vagy éppen nélkül kialakult az a tanúsfény irány, amit szeretnénk végül is megvalósítani, ami a lényeg benne, hogy ez nem csak természetvédelemről, hanem kulturális értékekről is szól. Tehát egyik oldalon lemenve, hogy így mondjam, természeti értékeket mutat be a tábla, a másik oldalon pedig az adott területnek a kulturális értékeiről szól hozzánk az oktatótábla. Tehát a 2022-es év még lehet jó is, nem? Így van. Ez mind olyan feladat, amit el kell végeznünk, úgy gondoljuk, és amit szeretnénk megvalósítani előbb-utóbb. Hát most egy picit utóbb lesz ebből. De maga a klímakonferencia, azzal mi az újság? Az egész úgy kezdődik, hogy minden önkormányzatnak rendelkeznie kell egy klímatervel, klímavédelmi tervel, és ennek az előkészítésében gondoltuk, hogy egy olyan alulról építkező, egy nagyobb társadalmi réteg tudását felhasználó klímatervet próbálunk meg megalkotni, ami valóban Pomázról szól. Ami az itteni mikrokörnyezetről, makrokörnyezetről szól, ami valóban azzal foglalkozik, amit az itt lakók gondolnak, és ami érdeklik az itt lakókat. És aztán belefutottunk abba a problémába, hogy ez egy jóval nagyobb léptékű, mint amit szakemberek nélkül akár laikusok meg összerakhatnak, megcsinálhatnak. És az ilyen fajta klímavédelmi tervvel, ami jó szándékkal, helyi dolgokról szólnak, később nem nagyon lehet pályázni, hogyha nincsenek meg azok a forma és tartalmi követelmények, amik hát elszükségeltetnek. Éppen ezért most úgy vagyunk, hogy elindul egy beszélgetés a klímavédelmi tervvel kapcsolatosan, és vele párhuzamosan elkészül egy olyan klímavédelmi terv, ami valós adatokat, de kevésbé helyi dolgokról szól, kevésbé azokról a lebontott probléma darabkákról szól, amivel foglalkozni szeretnénk, hanem a klímavédelemnek azok a pontjai, hogy oktatás, hogy károsanyag kibocsátás csökkentése, tehát ezeket a dolgokat helyezi előtérbe. Most én azért látom a város életében, hogy azért itt is, ott is vannak pici környezetbarát, kis körök, klubok, például az Öko körre gondolok, akkor ugyanúgy a Szita csoportnak is van egy ilyen részlege, tehát hogy ezt figyelembe veszi, meg odafigyel a környezetre. Tehát, hogy ezek nem lehetne egységesen megmozdulni.
És akkor itt van, még nem is szóltam, a Mátyás iskola, az is ökoiskola. Tehát, hogy azért sok minden van itt Pomázon, a természetvédelemmel kapcsolatosan egy olyan egységes akciót szervezni, ami aztán tényleg nagyon ütős lenne. Sőt, bele lehetne vonni ugye a klímabarát települések szervezetét is, hiszen ott is tagok vagyunk, sőt, nem is akármilyen tagok, úgy tudom. Igen, alapítói vagyunk a szövetségnek. Ahogy én látom, nagy örvendetes, hogy mindezen csoportosulások foglalkoznak a természetvédelem és környezetvédelem gondolatával, viszont még frissen alakultak, tehát a saját maguk is alakulásával való törődés, az elfoglaltság, ugye van egy ilyen dinamikája, belső dinamikája az egyesületeknek, hogy megalakulnak, aztán egy picit, egy kicsit leül a dolog, aztán megint magára kezd, tehát megint magára talál, tehát ezt valahogy vagy egy belső munkával meg kell csinálniuk, és majd, ha megvan ez a belső munka, gondolom, akkor lesz szabad vegyértékük, hogy mindenfelé, másfelé is kapcsolódni tudjanak, a SZITA az ökokörre, az ökokörre a Mátyás iskolával, stb. Bár a kezdeményezések, akár a felültetéseket, mondom, az ökokör szervezésében, akár a SZITA-nak, a SZITA csoportnak az állatvédelmi világnappal kapcsolatos kis bemutató vendéglátós gyűjtésével, ez mind egy picit talán túlmutat saját magukon, de én úgy gondolom, hogy előbb mindenki megerősödik, és akkor utána elkezdi keresni a kapcsolatot többiekkel. Az iskolákról nem is beszélek, hiszen ott nagy hagyománya van ugye az iskola létnek, ami szintén bekapcsolható ebbe a körbe, de meg kell várnunk, ezt felülről nem lehet irányítani, meg kell várnunk, amíg megtörténnek ezek az egymásra találások, véleményem szerint. Most a megalakult közösségi kert, az most, igaz, most nem hallunk róla. Ön is tag benne, ugye? Vagy segítő, úgy tudom. Segítő, igen. Segítő benne. Ez, milyen hírek vannak erről? Fog ez működni? Most azért van csönd körülötte, mert jött a tél. Gondolom, hogy a tagtoborzás az folyik ebbe a közösségi kertben. A célja az volna, hogy egy városi környezetbe közepén egy természetbarát, ilyen termelő egységet hozzon létre. Lényegében az is természetvédelem, mert az is természetvédelem, ha az embereket arra neveljük, hogy ne egy agyonpermetezett, mit tudom én, mit vásároljanak, hanem a biotermékeket részesítsék előnyben. Próbálják meg előállítani. És az önellátás, és a kevesebb élelmiszer, pazarlás, stb. Igen. Tehát nyilvánvalóan ez egy környezetis természetvédelmi kezdeményezés, hogy így mondjam. A szervezők addig eljutottak, hogy megvan a térkép, már azt hiszem, hogy sőt, úgy látom, hogy a kereteknek jó része fel van állítva, mindazon ágyásoknak a jó része fel van állítva, amelyből később majd termesztő egység lesz. Könnyen kezelhető, jobbról-balról beérhető, megfelelő rétegrenddel rendelkező, tehát ez viszonylag jól megalapozott szakmai tudáson alapul ez a kert gondolata. Csak várjuk, vagy várják azokat az embereket nyilvánvalóan, akik majd csatlakozni fognak. A tavasz ebben nagy változást igényel, vagy ígér. Ugye most a tél az eleve egy picit a befelé fordulás, a visszahúzódás, meg ezernyi más dolga van az embernek. A talaj az nem szalad el, az ott marad, viszont tavasszal, amikor már csicseregnek madarak, meleg van, és vágyik ki az ember a természetbe, akkor várok én ebből egy nagyobb robbanást. Sőt, ugye a közösségi kert, mint ilyen, több helyen is létrejött a városban, akár minden kerületben lehetne készíteni. Majd felmérjük az igényeket, nyilvánvalóan, hogy az egyik úttörő munkája az majd segíti a következők létrejöttét. És az ön által tervezett bemutató kert, komposztálás, meg mi egymás? Kalandos az életútja. Ugye neki kezdtünk, hogy akkor készítünk egy tankertet, el is kezdtünk ott komposztálni, aztán jött az ötlet, hogy a városnak lehet, hogy
jól jönne, ha volna egy korcsolya pályája, akkor oda megálmodtak a korcsolya pályát, akkor kiderült, hogy mégsem ideális az a hely a korcsolya pályának megközelíthetősége, nagysága a terepviszonyai miatt. Így aztán az elkezdett tereprendezés egy picit elvágta a további gondolatait az oktatókertnek, de mivel bárhol lehet termeszteni, mondom én, beszélgettünk itt korábban az akvapóniás termesztési lehetőségről, meg vannak a dombos-ágyas termesztések, meg a termesztőládás termesztések, tehát bárhol lehet termeszteni, így oktatni is. Éppen ezért bármilyen területen birtokba tudjuk venni az oktatás szempontjából a helyet, és ott virágzó kerteket lehet létrehozni. Ez lesz a következőnek a jó feladata, hogy megtalálni az iskolákat ezzel, mindazokat, azt hiszem a német iskolában ott már van oktatókert, de a többiek azok nyitottak arra, hogy egy ilyen külső helyszínben megvalósuljon ez a kertészkedési forma. Szeretném bevonni a kertbarátok körét, hát ott van a tapasztalat, ott vannak az idősebbek, akiknek egy picit az utánpótlások most megbicsaklott talán, és akkor én úgy érzem, hogy ebből egy jó kis egységet lehetne létrehozni. A múltkor, amikor beszéltünk, ugye a helyi piac mindig szóba jön. Akkor az volt, hogy még csak érdeklődés van, aki egy olyan szakember iránt, aki létre is tudná, meg is tudná szervezni, és erre majd pályázatot kell kiírni. Ez most hogy áll? Egyáltalán eldöntötte már a város, hogy kiír erre pályázatot? Nem. Nem? Nem. Így van. Tehát most ott állunk, hogy megkértük a hivatalt, hogy a pályázat előkészítését kezdje el. Azért megy ez ilyen nyögvenyelősen, ugye, mert tehát piacot létrehozni ennyi lenne csak, hiszen oda mennek a vevők, ahol megállnak a termelők, vagy az árusok, hogy kevés a termelő, meg az árus. Úgy be vagyunk itt ékelve néhány kilométeren belül sok piacra, hogy a létjogosultsága is kicsit megkérdőjeleződik ennek a szervezett piacnak. Arra rámozdulni, hogy most valaki megszervezze a piacot, fenntartsa a piacot, az most eléggé rizikósnak tűnik, főleg ebben az időszakban, még mindig nem tudom pandémiát, de remélem, hogy a jelenlegi formája, ami van a piacnak, ez a félig meddig piac jelleg és az egyre bővülő vásárlói kör és eladói kör, már volt, amikor 16 árust számoltunk össze, illetve hogy a város szerte is támogatásra lel annyiban ez a kezdeményezés, hogy helyet ad olyan lehetőségnek, mint például a havonta egyszeri piaci bazár, amikor bármelyik lakos lehozhatja meg portékáját, mondhatni így, a piacra, és azt árusíthatja. Hát remélem, hogy kiforja magát. De jelen pillanatban még a pályázat feltételeinek a finomítás és kidolgozása van napirenden. Na most a város szeretné bővíteni a zöld területeit. Mondjuk Pomáz olyan helyzetben van, hogy eléggé zsúfoltan van építve, tehát térből aztán terekből nem állunk valami jól. Hogyan tudjuk akkor a zöld területet? Vagy milyen elképzelések vannak erre, hogy bővítsük? Nem csak, hogy nem állunk jó zöld területekből, de a meglévő zöld területeink sem teljesen jó állapotúak, sajnos ezt kell, hogy mondjam. Gond az, hogy nem áll partalanul az ember számára a megvalósításra szükséges anyagi eszköz. Hiába van támogatás erre, hiába van normatív pénzeszköz erre a zöld területek fenntartására. Ez idáig ezt nem nagyon sikerült normális és mindenki megelégedését szolgálóan létrehozni. Voltak kezdeményezések,
illetve a korábbi kisé pazarló területgondozást néztük át, aztán átszervezésre került a közterület fenntartása, mint ilyen, amin a kezdeti lépések nehézségeit és a tapasztalatlanságát, meg a kiforratlanságnak a nyomait, azt mindenképpen a területek magukon viselik. De én nagyon remélem, hogy ezek az zöld területek, amik a parkokat jelentik most jelen pillanatban, ezek gazdára találnak majd a Pomász Kft. Jóvoltából. Illetve elindult olyan pályázati lehetőség, amiben erdősítésről van szó, tehát Pomászra szeretnénk még több erdőt akár ligetes jelleggel létrehozni. Annak ellenére, hogy Pomász nem áll rosszul az egyfőre eső erdőterületnek a számában, ennek ellenére jó volna, hogyha például ott az Alcsavica környékén, ahova terveztünk egy ilyen erdősítést, ez a projekt létrejönne. A kezdeti lépések megtörténtek, ugye megvannak a hatósági előírások, hogy legyen szántó előtte, és akkor utána lehet majd ezt a pályázatnak megfelelően beerdősíteni. Ezek megkezdődtek, elindult a munka, és nagyon reméljük, hogy egy ilyen 3,5 hektáros területen majd tudunk erőt létrehozni. Egy olyan olyasfajta erdőt, amiben lehet talán erdei iskola, meg sokféle fantáziát megmozgató dolgot beleálmodni ebbe a területbe. Azon kívül fent a Klisovác területén vett most meg az önkormányzat, az Óbuda TS-től olyan területet, ahol szintén ilyen pihenőpark jelleggel fásítani lehet bizonyos területeket, kutyafuttató, zöld terület, fiatalok igényét kielégítő, talán biciklipálya, vagy BMX pálya, stb. Sokféle lehetőség van ezen a 2 hektáron is, amire hát akár várjuk az ötleteket a kedves nézőktől is. Ha úgy általánosságokban nézzük Pomáz életében az elmúlt évet, a 2021-es évet, mit tudna belőle kiemelni? A közösségek alakulása és a közösségek egymásra találása talán elindult. És ez azt hiszem a legjobb dolog arra, hogy hát rendezni közös dolgainkat, illetve hát, hogy észrevegyük azt, hogy a Pomáz életét azt mi alkotjuk. Tehát azok a közösségek alkotják, akik belemennek, bele tudnak és bele akarnak szólni abba, hogy milyen legyen az életük itt Pomázon. Rendszeresen figyelemmel kísérem a hódainkról szóló híreket. Gondolom azért már többen tudják, de nem mindenki Pomázon, hogy van nekünk egy hód családunk a Derapatakon. A Dera különben is a szívem csücske, hogy úgy mondjam, mert szerintem egy olyan gyöngyszeme lehetne a városnak, amit mi nem tudunk még most értékelni. Egy picit erről, ha tudna valamit mondani. Ugye most hallottam, hogy eléggé veszélyezteti a gátat is, az ottani növényzetet is, a fákat is. Mi lehet a sorsuk? Örömmel szolgált, hogy megtelepedtek a Derának az alsó részén a hódok. Ezek a hódok viszont szaporodnak. Ezek a hódok, ezek természetüktől fogva, ugye járatokat ásnak a gátakba, építkeznek a vízállásnak megfelelően, duzzasztják vagy apasztják a saját élőhelyeiket, és a Dera az nem egy állandó vízszintű valami. És a vízügyesek most tapasztalták azt, hogy az a gát, ahol most a Hód család él, annak az egyik oldalán az nem egy gát tulajdonképpen, az egy depó. Oda csak egy földhalom volt kitéve, és az nem felel meg a gát, hogy milyen műszaki előírásainak. Éppen ezért nagy kárt tud okozni, hogy a hódok ott telefurkálják, meg áttörik ezt a gátrészt, mert akkor kimegy a víz. Persze hát mondhatjuk, hát hadd menjen, hiszen az a terület az ilyen mezőgazdasági terület, és úgy, mint régen a Nílus völgyében, ugye hát
az áradások mindig termés bővülést hoztak, akár vízutánpótlásból, akár talajerő utánpótlás formájában, de azért mégsem lenne kellemes, hogyha ott áttörne a gát, és akkor ott szembe kerülnénk, vagy egyetlen kárt okozna a víz. Éppen ezért valami olyan megoldást kell találnunk, ezt közösen a természetvédelmi szakemberekkel, a vízügyi szakemberekkel, illetve van egy hódszakértőnk, aki a hódbefogásokat intézi, hogy a hódok egyet számát is csökkentsük arra a mértékre, amikor még elviselhető az adott élőhelynek, hiszen hogyha tovább szaporodnak, akkor mindig feljebb-feljebb költöznek a hódok, és akkor tehát a Tiszolci telepen bármilyen aranyos állat, azért veszélyes a hód, meg ott elrágja a fákat, akkor az idedől, odadől, tehát épületeket is veszélyeztethet, az nem egy kellemes dolog. Éppen ezért a szaporulatot azt valamiképpen szabályozni kell, illetve a meglévő károkozást, hogyha van egy állandó vízszint, akkor nem fog külön dúzasztani, vagy csökkenteni a vízszintet, nem fog áskálódni a gátban, hanem az állandó vízszintnek megfelelően fog ő tevékenykedni. És ennek a vízszintnek a fenntartására, főleg a tavasz csapadék hóolvadások környékén tervezendőnek ítélik a szakemberek, hogy egy levezető zsilippel tehermentesítsék azt a szakaszt a víz, nagyobb vízmennyiségtől, ami hát egy állandó ilyen lekanalizálása lenne ennek a vízmennyiségnek, és akkor így megmaradna az élőhely is, az egyet számot azt így is úgy is azt csapdázással kordában kell tartani, viszont nem okozna tovább kárt. Nem is lehet eldönteni, hogy most nagy nyilvánosságot kapjon a hódcsalád, vagy pedig ne kapjon semmit, titkoljunk el dolgokat. Azt megtudtam, hogy vadászok nem szeretik vadászni, mert tulajdonképpen semmilyen értéke nincs, olyan vadászati értéke, ami inspirálna a vadászokat erre. Érdekes, hogy annak idején a hódokat úgy nagyon sok hód volt a folyóinkban, csak úgy került veszélyeztetett fajjá, hogy az egyház az, mert hód, az tulajdonképpen hal, mert hártya van, olyan a úszó hártyás, tehát a szal, tehát bőjt idején is lehet enni, és akkor így egyes vélemények szerint akkor megcsappant a hódállomány Magyarországon, mert nagyon szerették a halat az emberek bőjt idején. Most a vadászoktól tehát nem kell félnünk, a hód az viszonylag félénk állat, nem nagyon mutatkozik, akkor ember közelében van. Én elképzelhetőnek tartok olyan vízi élőhely bemutató tanösvényt egyébként, ami konkrétan a hód környezetével foglalkozik. Ezen már gondolkozunk közösen egyébként a bizottságban, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, akár kiemelten valamiféle ilyen mólókon vagy stégeken keresztül, hogy ne is avatkozzunk be, de lássuk azért, hogy a hódvár az milyen, lássuk azt, hogy milyen ügyesen tud kirágni egy fát, egy fél méteres, méteres fát, hogyan dönti be kellő irányba, hogy aztán azt lerágva építesse a saját kis gátjait. Tehát nagyon érdekes és szorgalmas állat a hód, és érdemes megismerni főként. Ez egy jó van, hogyha be tudnánk vonni egy tanösvény megszerkesztését, elkészítését arra a területre. Képviselő úr, mit vár a következő évtől? Vannak-e vágyai? Hát bort, búzát, békességet. Leginkább bort azért, mert az mindig egy gyümölcsöző dolog, ami az öröm forrása lehet az embernek. Búzát az azért, hogy ne halljunk éjjel, nyilvánvalóan, hogy mindenki találja meg a számítását, amivel el tudja tartani saját magát és a családját. És hát békességet, hát azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy miközben minden karácsonykor békességet kívánunk egymásnak, azért minden következő évben pedig a békétlenségtől rettegünk. Noha jó volna, mondom ezt magam felé is természetesen, noha jó volna, hogyha a béke az jobban beleköltözne a lelkünkbe.
Ezt én úgy érzem, én nem tudom megtenni csak hit által. Tehát nem tudom megtenni csak úgy, hogy akkor na, holnaptól már békés ember leszek. Hogy mi a megoldás, azt még nem tudom, de törekszem a jóra, megpróbálom ezt a boldog, békés karácsonyt valódi tartalommal megtölteni jövő esztendőben. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Nézőknek boldog köszönjük karácsony. A figyelmet, viszontlátásra. Kedves nézőink, Molnár Szabolcs Sztárportré sorozata következik. Sztárportré a YouTube-on is. Mindannyian különbözőek vagyunk. De van valami, amiben egyetértünk. Vannak közöttünk barátok, és vannak ismerősök. Időnként a különbözőség, máskor a hasonlóság, ami összehoz minket. Néha az ismeret, máskor a tapasztalat, amit megosztunk egymással. Számítunk egymásnak. És számíthatunk egymásra. Beszélgetések, ismert emberek és mély témák hétről hétre. A Sztárportré most következik. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Ha leülsz nézni egy versenyt, akkor te a gyengébb vagy az erősebb csapatnak szurkolsz? Reflexzerűen a gyengéknek. Mindig? Nyilván először is szimpátia alapján történik meg a dolog. És sokszor van az, hogy így az erősek azok már úgy tudják magukról, hogy erősek. És akkor már az ember már nem annyira vonzódik oda. És olyanoknak kezd el drukkolni, akik még úgy, akiknek úgy kell, és látják benne, hogy valahol ott van az az erő, csak tehát gyengék, tehát hogy mégis az ember akkor jó, hogyha segíti, akik lentebb vannak. Most teszek ide egy zárójelet, még akár az is megeshet, hogy azt hiszik mondjuk egy erősnek tűnő emberről, hogy hát neki úgyse lehet szüksége segítségre sem, hát ő erős, és akkor véletlenül senki nem segít rajta, amikor nehéz helyzetben van, hát ő erős, ő úgyis megoldott. Vannak olyan emberek, akiken nem lehet segíteni. Mert olyanok, és azt mutatja a könyvnek, ők nincs szükségük segítségre. Miközben amúgy lenne. Biztos, hogy lenne, csak mivel az ember zárkózik, és mutatja, hogy nekem nincs szükségem, mert erős vagyok, nekem van mindenem. Sokszor én is azt kell mutassam, vagy én is sokszor lehet úgy tűnök, vagy azt kell mutassam, hogy minden rendben van, miközben amúgy nem biztos, hogy minden rendben van. De ugye ez a szakma is, amit csinálok, tehát hogy menni kell, a színpadon kell lenni. Az emberek azt kell látják, hogy én vagyok, és én adok nekik. És én erős próbálok lenni. Tehát, hogy nehéz. De egyébként rád is ül. Amúgy, tehát az ember elkezdi mondjuk felvenni azt az erőt a színpadon, és akkor igazi lesz. Igazi lesz, mert megjátszani, meg nem tudom magam. Tehát én nem tudok az lenni, hogy így vagyok a színpad mellett, és felmegyek, és akkor hirtelen a mosolyt így felnyomom a végén, és lejövök, és utána kész. Tehát csak így gondolom, hogy fáradt vagyok, de a show-nak ugye menni kell. De mégis felmegyek a színpadra, és kénytelen vagy jól lenni, ha nem vagy jól, akkor is milyen jó foglalkozás egyébként, nem? De jól leszek. És az mégis jól leszek, mert ad egy olyan erőt, és ugye a közönség adja azt az igazi erőt, hogy tényleg ott vannak, és mikor felmegyek, és látom, hogy itt tetszik nekik, és örülnek, hogy látnak, akkor elfelejtem azt a fáradtságot, és azt mondom, hogy tényleg ez szép, ez a szép. És milyen váratlan fordulat lenne, ha ilyenkor egyszer csak a közönség megfordulna és elmenne, akkor pedig az előadó összeest, hogy jaj, tényleg, most itt eszembe, hogy rosszul vagyok. Igen. Na de tényleg azt mondtad az elején, hogy a gyengébeknek szurkolsz. Ha leülsz nézni mondjuk egy versenyt, akkor automatikusan a gyengébeknek szurkolsz. Igen. És ha be lehetne állni valamelyik csapatba, akkor hova állnál be? A gyengékhez, vagy az erősekhez? Azt mondják, hogy
a buták közt egy kicsit okosabb, mert a helyből a legokosabbnak tűnik. És a sok okos közt egy kis kevésbé okosabb ember már úgy eltűnik. Tehát, hogy ugye a kettőt nem tudnom pontosan, hogy hova tudnék beállni. Azt tudom, hogy az erősek közé azért állnék, hogy ott felzárkózzak. Uh-huh. Mert akkor az lenne bennem, hogy én fel kell zárkózzak, mert itt mindenki profi, mindenki tudja a dolgát, és nekem dolgom van. Ha gyengékhez állok, akkor meg vagy az van, hogy mindenkit arra ösztönzök, hogy fejlődjünk, és csináljuk, vagy hogy ott maradunk. Vagy húznak le téged is. Vagy ott maradunk, tehát igazából az erősektől szereznék tapasztalatot inkább, és a gyengéknek adnék és segítenék. Hát, ha lehetne mind a kettőbe beállni, csak de ugye, igazából. Nem lehet. De a válaszom akkor az erősek közé állnék. Uh-huh. Gyengékhez beállni gyengén, meg ott van a kihívás. Hogy ott vannak az erősek, oda kell felzárkózni. Azt kell megcsinálni. Tehát én az életben mindig ezt gondolom magamról, hogy én meg akarom élni azt az utat, ami úgy felvisz. És azon akarok lenni, hogy nyilván alulról indulok, de látom azt, hogy milyen tudnék lenni, hova tudnék eljutni, és igazából a gyengék között sokkal több az embernek az ereje. Ha leülsz nézni egy versenyt, akkor te melyik csapatnak szurkolsz? A gyengébbnek vagy az erősebbnek? Én a magyaroknak drukkolok. Ez az én jellemző hovatartozásom. Hát így értem, de hogyha mondjuk két magyar csapat játszik, bármit mondjuk tényleg versenyeznek, ott vagy egy helyszínen, nézed, és az egyik láthatóan erősebb, a másik sokkal gyengébb. Akkor te kinek? Hát ha a játékot nézem, és muszáj innen induljak, akkor ha az erősebb csapat jobban játszik, akkor nekem több örömet szerez. Magyarul az erősebbnek drukkolok. Uh-huh. De ezt értem a kérdésnek a kettősségét, meg ami mögötte van. De ez nem ugyanaz a helyzet, amikor egy erősebb, meg egy gyengébb pozícióban lévő, vagy helyzetben lévő egyén, vagy olyan helyzet alakul ki, vagy csoportnak a összehasonlításában kell valakinek drukkoljak, amikor nem gólra megy a játék, hanem az életéről van szó. És akkor a gyengébbeknek drukkolok, mert úgy érzem, hogy egyrészt az életfelfogásom és a szemléletem is mindig arról szól, hogy a gyengébbeket segítsük. Mert az erősebb, az megoldja magától a problémáját. És hogyha be lehet állni valamelyik csapatba, az erős vagy a gyengébb csapatba, akkor hova állsz be? A biztos, hogy a gyengébbek mellé. Mert sok olyan helyzet van a mi mai társadalmi körülményeink között is, amikor a gyengébbek támogatásra szorulnak. Igen. Uh-huh. Beállok a gyengébbek közé. Beállsz közéjük és erősíted őket? Hát remélem, hogy ez most egy másik aspektus, mert én azt feltételezem, hogy a gyengébbeknek ezzel az egész jelenlétemmel valamilyen segítséget nyújtok. És akkor őket kéne megkérdezni, hogy nem-e okozok én hátrányt nekik azzal, hogy én ott megjelenek. Most tényleg csak az villan be nekem, hogy elképzelhető akár az is, hogy egy gyenge csapatba beáll mondjuk egy nagyon-nagyon erős valaki, és akkor a gyengék még gyengébbnek érzik magukat hirtelen, hogy hát mi olyan erősek sose leszünk, és még gyengébbek lesznek, az is előfordulhat, nem? Tehát lehet, hogy csak... Igen, de én ezt nem így érzem. Hát tudom, hogy nálad nem így érzem, mert abban a pillanatban, hogyha valaki, és megint a futball hasonlatról van szó, hogy vele játék, de ugyanakkor nyilvánvalóan egy másfajta környezetben is, tehát hogyha valaki nagyobb tudással, nagyobb lendülettel, vezetői habitussal, beáll egy gyengébb csapat közé, akkor lehet, hogy át tudja venni az ő irányításukat, és ott nagyszerű kis katonák dolgoznak, és lehet, hogy sikerre viszi a dolgot. Uh-huh. Sőt, biztosan. Amikor gyengék mellé állsz oda, akkor szerinted erősebb leszel, vagy gyengébb?
én mindenképpen erősen leszek, vagy legalábbis több. Ha leülsz nézni egy versenyt, akkor te a gyengéknek vagy az erőseknek szurkolsz? Versenyt? Mondjuk foci meccset például? Igen, és nem vagy elkötelezettje egyiknek sem, igen, hanem igen, csak igen. Nézel egy mérkőzést. Akkor a gyengémnek valamiért. Automatikusan mindig? Igen. És ha be lehet állni mondjuk egy csapatba, a gyengébbek vagy az erősebbek közé, akkor hova állnál be? Hát, attól függ, hogy én abban a bizonyos sportágban milyen erőt képviselek saját megítélésem szerint. Tehát ha mondjuk nagyon jól fociznék, akkor lehet, hogy ott lenne bátorságom vagy indítatásom, hogy a gyengébb csapatot erősítsem. De most ez életre fordítjuk át, akkor nekem ez az érzésem, hogy akkor én általában szeretek segítséget kérni valakitől, aki erősebb ebben a szituációban. Hogy megvitassam vele, hogy esetleg segítséget kérjek tőle, vagy információt kérjek tőle. Erőt. Erőt, segítséget, igen. Amikor gyengék mellé állsz, akkor szerinted te erősebb leszel, vagy gyengébb leszel? Én, hogyha azt nézem, hogy én segítek valakinek, attól én talán nem azt mondom, hogy erősebb leszek, de minden esetre jól érzem magam tőle. És szerintem mindenki azt keresi a mindennapokban, hogy mi az, amitől majd jól érzi magát. Hogyha a párom például gyengébb állapotban van, most nem feltétlenül fizikálisan, lelkileg vagy bárhogy, akkor persze néha azért nehéz mondjuk olyan találkozásnál, amikor mind a ketten mondjuk gyengék vagyunk. De általában akkor az az érzetem támad, hogy én most akkor erősebb leszek és segítek neki erőssé válni. Ez szerintem mindkettőnket erősebbé tesz, a mi kapcsolatunkat erősebbé teszi. Valószínűleg egyébként pont ugyanúgy sohasem tud lenni két ember, tehát vagy egy picit ő van jobban, vagy egy picit te vagy jobban, és talán lehet, hogy tényleg mindig annak kell egy picit segíteni, aki éppen pont jobban van, és akkor mindig lehet pont mindig jobban lenni. Hát lehet, hogy van ilyen, de azért ez lehet, hogy lefelé is elindul egy idő után, nem? Hát de lefelé, és akkor, de hirtelen le is lehet menni a mélyre, és akkor már lent vagyunk mind a ketten, onnan akkor lehet megint felfelé jönni. Gondolom tartósan lefelé nem akarja építeni magát senki. Hát nem, de nyilván ez az élethelyzetektől is függ azért. Tehát én azért örülök, hogy az én feleségem ilyen csodálatos, mert hogyha ő bajban van, én mindig tudok rajta segíteni. Ha én vagyok éppen nagyon lent, akkor ő tud nekem mindig valami olyat mondani, amitől, ha nem is azonnal, mert ugye ilyen büszkeség azért néha dolgozik, de mondjuk két-három nap elteltével azért beépül az információ. De lehet, hogy aztán ezek rövidülni is tudnak. Ez lehet, hogy egy óra, lehet, hogy egy perc. Ez mindig változó. Te az erősek vagy a gyengék mellé állsz? Mindig a gyengék mellé. Ez ösztönösen jön belőlem. Természetesen nézek egy foci meccset, és 1-0-ra vezet az ellenfél, attól a pillanattól kezdve a másik oldalnak kezdek glukkolni. Volt egy időben, amikor csak a Honvédnak drukkoltam, mert ott volt Tihi, aki egy alkalommal édesapámmal kimentünk egy ilyen edzésükre, és a 11-es pontról fölrajzoltak a kapvára egy krétával egy vonalat, és eltalálta 10-ből 3-szor azt a vonalat. Attól kezdve én Tihi drukker voltam. És bárhol játszott a Honvéd, én azáltal, hogy a Tihi ott játszott, én Honvéd drukker voltam. Milyen jó példa, mert Tihi volt az erő, a fantasztikum, és te akartál te is az erősek táborába tartozni, nem? Hogy akkor te az ő drukkere vagy, és amerre ő megy, mindent belő, ti egyek vagytok. Valami biztos valami ilyesmi dolog lehet benne, nem? Nem tudom, ez az érzés nem volt bennem, hogy én most az erősek alatt között akarok lenni. Nem, persze mindenki szeretne az erősekhez tartozni, ez természetes, de valahogy engem jobban vonzott az, hogy aki elesett volt, aki segíteni kellett annak a,
a pártjára álltam belülről, és akkor az volt az én oldalam. Hát egyrészt igen, és most mondtad a szurkolást, hogyha leültél nézni egy meccset a gyengéknek. Ha beállni lehet az egyik csapatba, akkor te melyik csapatba állnál be? Jó tartozni azokhoz az emberekhez, akik sikeresek, akik erősek, kétségkívül. 10 évig harcoltam azért, hogy én elérjem a célomat, hogy operaénekes legyek. Ez alatt, a 10 év alatt mindig a vesztesek oldalán voltam, mert 4-szer felvételiztem a zenevésztők főiskolára, nem vettek föl. Tehát tudom, hogy mi az azon az oldalon állni. Utána, hál' Istennek, bekerülhettem gyakorlatilag mindjárt a Liszt-Ferenc zenevésztő főiskoláról az operaházba. Ösztöndíjat kaptam az első évben, a legszebb szerepeket énekeltem végig. Tehát tudom, mi a vesztesek oldalán és mi a győztesek oldalán állni. Jó a győztesek oldalán állni, kétségtelen, és az életemet nagy részt ott töltöttem el, és talán ezért tudom jobban értékelni azt az első 10 évet, amikor küzdöttem a gyengék oldalán. Volt, amikor felkarolt valaki? Igen. Volt a konzervatóriumban, jártam Fábri Edithez magánének órákra, ahol volt egy Váradi Katalin nevezetű korrepetítor, aki akkoriban karmester szakon és zongora szakon is végezte a Liszt-Ferenc zenevésztő főiskolát, be is került később a Magyar Állami Operát, mint egyetlen női karmester. És amilyen az élet, egymásba szerettünk. Ez az igazság. Ma már elmondhatom. Sajnos nem él már, meghalt. Ő volt az, aki nagyon-nagyon sokat segített nekem az életben. Gondolj bele, hogy 10 évig harcoltam azért, hogy én Magyar Állami Operát tagja lehessek, és a konzervatóriumban Fábri Edit engem nagyon visszafogott, hogy nem engedett el annyira előre szaladni, mindig technikailag akart megállítani, és ezért 4 évig én csak preklasszikus dalokat tanultam nála. Tehát nem engedett operáriákat énekelni. A Váradi Katival meg szórakozásból elkezdtünk énekelni ezeket a nagyon népszerű áriákat, Rodolfária, Toszka képária, szóval a legnépszerűbb, Puccini állt hozzám a legközelebb. És a nagy érzés tömeg, a szerelem érzése gyakorlatilag engem oda emelt, hogy én baritonként kerültem be a konzervatóriumba, és a Honvéd Művészegyöttesben is a bariton szólamot erősítettem a Stelázsin, mint énekes, és ennek ellenére a tenoráriákat kezdtük el átszani. És a Váradi Kati letranszponálta nekem ezeket a tenoráriákat egy terccel lejjebb, és az én szívem völt belőlem a hang. És utána fölhúzta egyenként, kis szekundonként, fölhúzta eredetibe. Most én elénekeltem eredetibe a Bohém, illetve Rodolfáriát, és akkor oda jött hozzám, és na nézi, de mit csináltál? Másfél évig nem tudtam elénekelni, mert tudatosodott belőlem, bennem az, hogy én ösztönösen elénekeltem eredetibe kétvonalas C-vel a Bohém Rodolfáriát. Ez akkora önbizalmat adott nekem, hogy én ebből lettem aztán igazán tenorista és énekes. Ha nincs Váradi Kati az életemben, az életben sose lesz belőlem tenorista. Én, ha azt nézem, hogy én segítek valakinek, attól én talán nem azt mondom, hogy erősebb leszek, de minden esetre jól érzem magam tőle. Amikor gyengék mellé állsz oda, akkor szerinted erősebb leszel, vagy gyengébb? Én mindenképpen erősebb leszek, vagy legalábbis több. Kedves nézőink, a Pomász TV adása véget ért, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az ismétlést megnézhetik december 22-én 22 órakor, december 23-án 10 és 18 órakor, valamint december 27-én hétfőn 21 órakor.
Ne feledjék elérhetőségeinket. Címünk Pomász Petőfi Sándor utca 66, telefonszámunk 0626 326 117, e-mail címünk pomasztv@pomasztv.hu, és weblapunk címe, ahol adásainkból is láthatnak részleteket, www.pomasztv.hu. Illetve ne feledjék azt sem, hogy adásaink már a YouTube és a Facebook oldalán is elérhetőek. Munkatársaim nevében is kívánok Önöknek további kellemes időtöltést. Találkozzunk az ismétlések alkalmával is. Viszontlátásra!